Romániában hétfőtől újabb szigorításokat terveznek életbe léptetni, bezárják az oktatási intézményeket, és a diákokat kéthetes kényszervakációra küldik a járványhelyzet miatt. Az országban napról napra katasztrofálisabb állapotok uralkodnak, továbbra is 16 ezer fölötti a napi új koronavírusos esetek száma, és 24 óra leforgása alatt csak nem 450-en vesztették életüket a betegség okozta szövődményekben. Kolozsvárra Birtalan Alberthez kapcsoltunk. Háborús helyzet uralkodik, úgy tűnik egyelőre tehát, hogy nagyon súlyos a helyzet a kórházakban. A halottasházak nem bírják már befogadni a kórházban elhunytakat, fekete hullazsákok hevernek már a folyosókon is, és a halottas kocsik pedig a kórházak udvarain tolonganak, állnak sorban azért, hogy elszállítsák az elhunytakat. Erdélyben ugyanakkor a Krónika online hírportálnak nyilatkozó erdélyi orvosok, kórházigazgatók szerint talán valamivel jobb a helyzet, ugyanakkor a sürgősségi osztályok itt is folyamatosan tele vannak, és az intenzív terápiás osztályok is.